két személyautó ütközött össze május végén Nyírtura határában. A karambolban 5-en sérültek meg. Az utóbbi időben drasztikusan megnőtt a kisebb-nagyobb közúti közlekedési balesetek száma vármegyénk útjain. Bár a vezető ok továbbra is a gyorshajtás és az elsőbségadási kötelezettség elmulasztása, más tényezők is közrejátszanak. Egy nagy-britanniai felmérés szerint az autóbalesetek 65%-a arra vezethető vissza, hogy a sofőr rosszul reagál egy szituációra, rosszul méri fel az adott helyzetet. Ez a gyakorlat hiányára, a mentális fel nem készültségre és a figyelmetlenségre vezethető vissza. Hasonlóan vélekednek a magyar szakemberek is. A sávváltás, kanyarodási szabályok be nem tartása, a figyelmetlen vezetésből rohannak az emberek, sajnos türelmetlenek vagyunk továbbra is, és a általánosságban mondom, ebből adódnak a balesetek. Az a szerencsénk még mindig, hogy nem személyisérüléses, hanem az anyagi káros, ami bosszúság az embereknek gyakorlatilag. Követési távolság be nem tartása, az is egy jelentős, pont abból kifolyólag, hogy bejött a jó idő, kicsit elkalandoznak a gondolatok az állampolgárok részéről. Ráadásul még mindig sokan döntenek úgy, hogy a közösségi közlekedés helyett egyénileg autóval közlekednek. Rengeteg a gépjármű az utakon, nagyon sok útszakaszt már kinőttünk, nyugodtan lehet így is fogalmazni. Azért indultak be az útkorszerűsítési programok országosan, a megyében, sőt Nyíregyházán is. Nagyon fontos a jó minőségű utak. Ennyi gépkocsihoz, ennyi gépjárműhöz utak kellenek. Na most zsúfoltak az útjaink, meg lehet nézni, hogy mikor történik a legtöbb közúti közlekedési baleset, a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején. Vagy egy időjárás változásnál. Például csapadékosra fordul az időjárás, ugrásszerűen. 2-3 hétig nem esik az eső, egyszer csak jön egy zápor, abban a pillanatban egy órán belül 4-5 baleset. Az időjárási vagy fényviszonyok megváltozása mellett az indokolatlanul túl lassú haladás is okozhat balesetet. Oktalanul fenntartja a közlekedést. Egy reggeli csúcsforgalomban mondjuk valaki a Törzs utcán az 50 helyett 25-tel megy, ez okozhat olyan balesetet, hogy siet valaki, hirtelen befékez és belemegy abba a gépkocsiba, ami vagy megállt forgalmokból, vagy pedig 25 km/h sebessége megy. Igen, valóban ezzel is lehet okozni balesetet, sőt, egy szakember azt nyilatkozta valamelyik nap az egyik központi tévé adásban, és felfigyeltünk rá, hogy bizony annak is megvan a maga kockázata. Mert hirtelen fékezésre késztett egy olyan járművet, aki nem számolva azzal, hogy abban a sorban valaki cammog, mert így mondta. És bizony a lassú sebességmegválasztásnak is lehet akár egy baleseti kockázata. Szokták emlegetni a bizalmi elvet is. Az a sofőr, aki betartja a KRESZ szabályait és maximális figyelemmel vezet, joggal várja el ugyanezt a közlekedési partnerektől is.